A videóban pedig már itt van velem Pehácsek Judit. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Hát bevallom, hogy először hívlak így, hogy Pehácsek Judit, amikor, amikor mi legutóbb találkoztunk, és ez már évekkel ezelőtt volt, talán még a Jókai Színházban a padlás kapcsán, Bárdos Judit voltál, ezek szerint megházasodtál. <gül> <gül> igen, igen, igen. És ö, először úgy döntöttem, hogy a hivatalos nevemet megváltoztatom, de azt a színész nevemet azt nem. Aztán meg valahogy így meggondoltam magam, úgy gondoltam, hogy, hogy ezt én így vállalom, és, 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 remélem, hogy... Tehát ott sokan mondták, hogy ezt nem szabad ilyet csinálni, meg hogy ez márkanév, név meg, meg, meg ilyesmi. Azt mondtad nekem még a felvétel előtt, hogy ez most egy új család, és ezzel, ehhez jön egy új vezetéknév is, és ezzel semmi baj nincs. Szerintem igen, ez így Igen, igen, igen. És inkor, egyébként igen. azzal is egyre tudok érteni, hogy elsősorban legyünk emberek, ne pedig brendek, és színészek, és nem tudom én micsodák. Ez a te döntésed, és szerintem mindenki tiszteletben fogja tartani. Igen, köszönöm. Igen, én nem tudom, hogy, vagy én mindig elsősorban ember szerettem volna maradni, vagy szeretnék maradni, és nem, nem csak a nem nem annyira sose voltam annyira karrierorientált talán megházasodtál ezt megtudtuk pehácsek judit lettél ezt is megtudtuk és el is költöztél Prágában milyen élet várt téged? Mivel én nagyon gyakran jártam Prágába forgatni, és mindig, amikor forgattam, vagy mindig, amikor oda mentem, és ültem a vonatban, mindig így azt gondoltam, hogy jaj, hogy ez milyen jó, hogy ez nekem egy ilyen ünnep. És, és aztán rájöttem, hogy de hát akkor miért ne? Nyilván az azért más, amikor a szürke hétköznapok is ugye ott vannak, és, és az már más, más, hogy látom a dolgokat, viszont tehát ugye volt ennek egy magánéleti ö, oka, Igen. és volt ö, egy munka. Ami, ami egy fél évig, tehát egy fél évig forgattam egy egy, egy krimi sorozatot és, és ezt azért is vállaltam el, mert akkor már tudtam, hogy hogy arra felé orientálódok. Amikor utoljára test közelből figyeltem a munkásságodat, akkor még leginkább színpadon álltál, most már leginkább kamera előtt állsz. Miken dolgozol most? Most háromféle dolgon, projekten dolgozom, de ezek nyilván azt ugye te is tudod ilyenkor, de erről nem szabad beszélni, Éget. nem szabad elmondani. Akkor azt tudom csak elmondani, ami most már létrejött, és most már jelen van és megnézhető, Én és így. erre szeretném invitálni ugye a nézőket. Tehát, hogy van a, egy krimi sorozat, az Locsino Cseszké Bugyajovice, a Tett színe české Bugyajovice, ahol egy nyomozót alakítok, ez Csehül van, a, egy, a Cseh közszolgálati televízióban, a Sumava királya, Král Sumavi, ez egy három részes tévésorozat, aminek lesz majd folytatása. Poszlednyi Závod című film, magyarul utolsó futam, ami egy legendás cseh sífutóról szól, és én játszom ott a feleségét. És ugye az Unoka című film, és van még két szlovák film, amit nemrég mutattak be, volt a Piargi című szlovák film és a Plastic Symphony. Egyébként sajnos nincs sok idő moziba járni és tévét nézni, meg amúgy sem vagyok egy ilyen tévénéző típus, úgyhogy igazából belőled így föl kellett készülnöm, hogy mi mindent csinálsz most. És ahogy így olvastam a Wikipédiát, meg az internetet, láttam, hogy ezek ez szlovák, cseh és magyar produkciók, tehát te három nyelven játszol az utóbbi pár évben, sőt, már az utóbbi sok évben három nyelven játszol. Milyen a három nyelvű színésznő élete? nagyon jó, én nagyon szeretem, nagyon élvezem, hogy mindenhol egy kicsit más energiákat kapok mindenhonnan. Néha meg nagyon nehéz. Tehát, hogy mivel nincs rendszere, nincs olyan, hogy két napig ilyen nyelven kell játszom, két napot olyan nyelven kell játszanom, hanem rendszertelenül kell ugrálnom ezekben a dolgokban. Ettől néha kicsit úgy, úgy úgy nem tudom, hogy hol vagyok, vagy csak hogy rá kicsit, kell hangolódnom. Kicsit szimuláljuk ezt a rendszertelenséget, hogy én mondok egy filmcímet, akkor te elmondod a nyelvet hozzá, hogy az milyen, milyen nyelven, nyelven beszélek? A piergi. A Szlovák. A Král-Sumavi. Csehül beszélek. Az Unoka. Magyarul beszélek. Magyar, a Plastic Symphony. Szlovákul beszélek, és németül is egy <laughs> Tessék, igen. závod? az Cseh. A, a cseh, igen. Hát ez elképesztő. elképesztő. Melyik a legnehezebb? Hát a cseh számomra a legnehezebb, mivel ugye szlovákiai magyar vagyok. legfrissebb. Legfrissebb, ilyen szlovákiai magyarként a szlovák nyelvet elsajátítottam már kiskoromban. Ugyan, ugyan nem tökéletesen, de a középiskolás koromban már tökéletesen, mivel konzervatóriumban tanultam zongora szakon, és ez pozsonyban volt, ami szlovák nyelven zajlott. És a cseh nyelv az akkor jött hozzá, amikor 2013-ban forgattam egy cseh filmet, a Fair Play című filmet, és ö, ott csehül kellett beszélnem. Viszont ott még átszinkronizáltak, mert ott még nem, nem igazán tudtam olyan jól csehül. De nyilván ö, azért, ö, aki tud szlovákul, az ért csehül is. Tehát ö, nagyon hasonló a két nyelv, de mégis máshogy ejtjük. Hölgyeim és Uraim, és mi megmutatjuk önöknek a bizonyítékot, hogy Pekácsek Judit valóban egy háromnyelvű színésznő. Jó estét! Itt van a Hernádi, jöttem, ahogy tudtam. Köszönöm. Ennyi -e az egész. Nem vihetem el átvételi nélkül. Ide be kéne írni az összeget. len nikdy nestrácej. Pozerajte! Čo sa tu smialo, z lásky nám ostane len veľmi málo. Nezrečia zase. Judit, hogyha a csokorba kellene gyűjtened a szerepeid jellegét, vagy, vagy azt a szerepkört, amit, amiről úgy érzed, hogy rád osztanak, akkor hogy, hogy neveznéd el ezt a szerepkört? Az, amit észrevettem, az az, hogy mostanában Magyarországon is szoktam forgatni, és, és mostanában ott ilyen negatív figurákat osztanak rám. Az nagyon érdekes, hogy Csehországban, meg Szlovákiában Színpadon ugyan, ugyan már játszottam többször ő, negatív karakter, de de kamera előtt nem igazán. Tehát valahol mindig én olyan, olyan szimpatikusként jelenleg, szimpatikus figura vagyok. És itt meg Magyarországon, mintha ezt, ezt látnák belém, hogy ilyen. A sötét, ilyen, a sötét igen, énemet igen. De nem tudom, hogy miért. Az, amit magamon észrevettem, az az, hogy amikor magyarul beszélek, a civilben is, meg a kamera előtt is, akkor kicsit ugye lejjebb, lent van a hangom. Talán azért, mivel ugye ez az anyanyelvem, ez a legbiztosabb, talán, hogy meg tudok szólalni. Ez a. Nyugalom ez a. Ez a, jegye? Hogy, ez a hogy nem tudom, a lehet, hogy a nyugalom jegye, és szerintem a magyar uh, mélyebb. És amikor meg ugye szlovákul, meg csehül szólalok meg, akkor uh, ugyan tökéletesen beszélem már a, a nyelveket, de de mindig azért koncentrálnom kell, hogy hogy ragozok, vagy, vagy megfelelő szót használjak, és akkor talán így automatikusan is így feljebb ö, szökik a hangom. És lehet, hogy azért is van, hogy ott, ott egy picit ezt, a, ezt az enyhébb, vagy a törékenyebb énemet látják meg bennem, magyarok meg ezt a talán ilyen magabiztosabb énemet. Mindig is érdekelt, és most, hogy én is elkezdtem kamera előtt dolgozni, egyre inkább érdekel, hogy hogy meg lehet-e fogalmazni a különbséget a színpadi működés és a kamera előtti működés között? Szerintem meg lehet mindenképp, mert ugye egy színházi próba folyamat az teljesen más, meg egy színházi felkészülés teljesen más. De engem most a te véleményed érdekel, hogy milyen különbségeket látsz a két világ között? Ö, van számomra egy alap dolog, amit mindig betartok, vagy ami, ami számomra egy ilyen szabály hogy gondolkodni és érezni kell a színpadon. Tehát, hogy a, a nézőnek kell azt látni, hogy az a szereplő hogyan, hogyan érez, és hogy gondolkodik. Tehát, hogy ezt nem tudja olvasni, akkor nem érthető szerintem, hogy, hogy nem érthető a szerep. És De ugye ennek a különbség meg az, hogy ugye hát a színpadon ott a, nem tudom, 60. sornak is ugyanúgy értenie kell, hogy mit mondasz, meg mit szeretnél eljátszani, és olyankor, hogy olyankor olyan gesztusokat meg kell nagyobbítani, a hangodat úgy kell használni, hogy az, az hallható legyen. Viszont a kamera előtt meg egy picit se lehet hazudni, mert, a, mert nagyon közeliben azt, azt, a, azt a, kamera meglátja, ha, ha, hazudsz a szemeden. Ha nem, vagy, ha nem vagy hiteles, az nagyon könnyen lejön. Sokan azt hiszik, hogy ugye 10 szer 20 felveheted, és akkor kiavíthatod, csiszolhatod addig, ameddig az nem jó, és a, és a legjobbat teszik oda be, és azt látja csak a néző. Viszont ugye nem hasonlíthatjuk magunkat Amerikához, ahol egy színész mondjuk akár egy évig készül a szerepére, és semmi más nem csinál, mivel kifizetik a, azt a neki, hogy a felkészülését. Mm. Tehát így más körülmények között dolgozunk de ezt egyáltalán nem, tehát nem, nem panaszkodásként mondom. A felkészülés az nagyon, tehát inkább bent kell, hogy történjen, inkább, inkább tehát nagyon, hm, hogy mondjam, nem nagyon, nem, annyira nem segít szerintem a rendező, mint mondjuk egy színházban. Így van. Vagy, vagy ha segít, ha egy olyan nagy volumenű szereped van, akkor nyilván végig ott van veled, és fogja a kezed. De amikor mondjuk egy kisebb szerepet kell megoldani, akkor ők azért is csinálják ezeket a castingokat. Általában a legnehezebb jeleneteket ö, kell ezeken ö, eljátszani, ezeken a castingokon. És ö, ott már kb. felmérik, hogy képes vagy erre, mert nagyon sokszor a, a forgatás alatt már annyi technikai dolgot meg kell csinálni körülöttünk, hogy az a kép olyan legyen, amilyet ők szeretnének, hogy magára a színészi játékra tényleg minimális idő van. Tehát, hogy nagyon sokszor az van, hogy kifutunk már majdnem az időből, és egy nagyon nehéz jelenetet kell megcsinálni, és nincs idő arra, hogy rávezessen szép lassan a rendező, mint a, mint a főiskolán például, hanem azt ők bíznak abban, hogy ezt te már megoldod, és úgy készültél fel, úgy mentél oda forgatni, hogy te tudod, hogy hogy ö, ott abban a pillanatban képes vagy azt a jelentetet megcsinálni. Hát van itt egy ilyen nagyon érdekes témakör, amit a civilek mindig megszoktak tőlem kérdezni, ez a sírás. Hogyan sírja el magát ember színpadon, hogyan sírja el magát az ember ö, kamera előtt, éppen akkor, amikor szükség van rá. Judit, hogyan sírja el magát az ember kamera előtt? <laughs> Na, ö... Én értem, hogy ez egy nagyon nehéz, vagy nagyon érdekes és izgalmas téma mindenkinek, és ezért ezt kérdezik, mivel ugye a sírás az, az életben is. Tehát, hogy mindenki számára egy olyan állapot, amikor a leg, le, leg. Tehát nagyon szélsőséges, és nagyon szét van olyankor esve, tehát nem tudja ellenőrizni annyira magát. Na és színészként ezt úgy kell igazából csinálni, hogy te ellenőrzöd magad, és mégis. Annyira el kell érzékenyülni, hogy, hogy annak, annak egyszerűen meg kell, hogy történ, meg kell történnie. Ilyen szervezett szétesés, vagy ilyen Igen, I igen, kontrollált igen szétesés. Valami, valami olyasmi. Igen. Tehát például forgatáson, amikor egy ilyen jelenet van, akkor én ugye már előre tudom, hogy milyen nap lesz az a jelenet, és akkor valahogy egy kicsit rákészülök, vagy, vagy az érzékenységünket, meg kell tudni őrizni, és a, valahol a, a játékosságunkat. És ez ez a negatív érzelmekre is vonatkozik. Tehát hogy. igen, nem tudom. Nagyon, nagyon érdekes, mert én például sok technikát láttam, hogy hogyan sírnak az emberek, vagy éppen nem sírnak glicerint csöpögtetnek a szemük alá, vagy, vagy ilyen vietnámi balzsammal dörzsölik be itt a szemük alsó részét, hogy tényleg elinduljon, hmm. elinduljanak a könnyek. Ebben én nem nagyon hiszek, mert én általában, amikor nézem ezeket a, ezeket a filmeket, én, nagyon, én egy másodperc alatt általában, lehet, hogy nem, nem igaz, de én, én, általában észreveszem, hogy, hogy mikor van ott a glicerin, és mikor, mikor sír igazából az az ember. Én, én, nem szeretek így csalni. Tehát, hogy én, én, ha az nem jön, ha nem érzi az ember, akkor, akkor vagy úgy kell eljátszani, hogy egy kicsit más, hogy formálni azt a szituációt, vagy egyszerűen tehát bele kell kerülni valahogy. Tehát, de amikor, hát az empátia itt ugye nagyon fontos, tehát bele kell élni magunkat abba a szerepbe. És ugye van, tehát százezer fajta sírás van, tehát hogy örömünkben is tudunk sírni, vagy ha éppen sokkot kapunk, utána is tudunk sírni, vagy tényleg bánatunk van, vagy egy, egy érzelmi nagy hullám miatt is tudunk sírni, vagy tényleg csak egy szituáció miatt tudunk sírni. Tehát rengeteg, rengeteg, rengeteg fázisa van, úgyhogy én azért gondolom, hogy egy technika nincs, hogy amikor igazából sírok, amikor vagy visszagondolok arra, hogy amikor legutóbb sírtam, hogy akkor... Hol, hol érzem azt a nyomást, tehát hogy mi, hol, hol van, akinek nagyon begörcsöl a gyomra, mondjuk, vagy, vagy, a, vagy a torka összeszorul, akkor sokszor a hangunk el, elmegy, nem tudunk, nem tudunk hangosan beszélni. Én például azt vettem észre, hogy így, tehát hogy remegek, amikor így sírok, hogy van egy ilyen belső remegésem, és akkor valahogy ezt kell magamba elő, előhívni. Tehát hogy olyan érzékeny, válni arra a pillanatra, vagy hát arra az, amikor azt órákig ugye vesszük fel azt a jelenetet, vagy mondjuk egy órán keresztül, azt, azt tartani kell egyszerűen azt az állapotot. De hogy ez is ugye szituációtól, vagy jelenettől függ, van amikor annyira úgy van megírva a, az a jelenet, hogy, hogy nekem nem kell előző nap úgy arra gondolnom, hanem, hanem az annyira működik az a jelenet, hogy, hogy az jön magától. Tehát, hogy, tehát, hogy ez, ez nagyon, nagyon így eltérő. És nem tudom, nekem, nekem ez a technikám, ami nem mondható igazából technikának. Ne, hát mi a technikád? Az. Nekem mi a technikám? Ö, én egyébként hiszek abban, hogy van erre technika. Szerintem a sírás, ahogy elmondtad, az egy érzelmileg szélsőséges állapot, és egyfajta magas fordulatszámú őszinteség. Igen és nálam az egy tünet együttes, tehát az, hogy könnyek folynak a szememből, az a tüneteknek csak az egyik eleme, Igen. de nekem is görcsbe rándul a gyomrom, remegek, gyorsabban veszem a levegőt, és azt vettem észre az egyik próba próbafolyamatomon, hogyha a tünetek többi, tehát a, a, a többi tünetet én produkálni tudom, amire hatással tudok lenni, tudok gyorsabban lélegezni, tudok remegni, akkor a sírás is megérkezik hozzá. Uh -huh. Uh -huh. Tehát hogy a testem, mintha követné a, ezt, a, ezt a mintát, és ó, ezt ismerem, ez a, ez a sírás, akkor küldjük meg a könnyeket is neki. Igen. Nekem ez, is nekem ez vált be, persze ez sem százszázalékos. <laughs> igen, igen, úgyhogy úgy, hogy szerintem mindenkinek magának kell valahogy ezt így megtalálnia. De ez nem csak a sírásra vonatkozik, ez bármi, bármi, igen. bármi mert mindenki, tehát hogy egy színész, egy tehetséges színész, mindenki van, amiben vannak olyan oldalai, amik erősebbek, van, ami gyengébbek, tehát hogy van, tudja, hogy miben, mi, mi megy neki könnyebben, mi megy neki nehezebben, tehát, hogy ezt általában tudják a színészek, és akkor arra lehet rágyúrni, ami, ami nehezebben megy. De a kulcs mindenféleképpen az őszinteség, és az empátia, ahogy fogalmaztál, ezt én is aláírom. Igen, Viszont... és az, hogy az fontos, hogy, tehát, hogy alá kell menni a szerepnek, tehát, hogy én, tehát, hogy Tudod, hogy ki vagy és ki ki alakítja ezt a szerepet, de egyszerűen alá kell menni és, és, és bele kell élni abba, a, magad abba a szerepbe. Tehát nem nem lehetsz fölötte. Szerintem? Ezt teljesen meg tudom erősíteni. Viszont, ha őszinte érzelmekről beszélünk, akkor nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek tényleg őszinte érzelmek, amik, amik itt ragadhatnak benned, a szívedben, a lelkedben, az agyadban, és attól függetlenül, hogy most a Filmes technikát összeszedik, lelép a stáb, elmennek a sminkesek, te meg hazautazol, az érzelem ezt nem tudja, hogy akkor neki is haza kell utaznia, és vége van a forgatásnak. Hogy mi a teendő ilyenkor, amikor benned marad egy negatív vibe? Igen, igen, ez a bizonyos kilépni a szerepből című téma mert ugye az iskolában nekünk azt tanították, hogy hogy lépjünk be, vagy hogy, hogy kerüljünk állapotokba, vagy hogy, hogy rávezettek bizonyos jelenetekre, de az, hogy amikor, amikor ezt mi tényleg fogjuk csinálni, és egyik nap egy ilyen karaktert játszol, másod, egy másikat, és az előtti két nappal előtte vagy utána mondjuk egy hivatalba kell helytálnod emberként, civil emberként, hogy az, az, az egy érdekes ilyen skizofrén állapot, tehát hogy van olyan, amikor van, aki teljesen terápiaként éli meg ezeket a, dolgot, a dolgokat, amikor negatív érzelmeket kell magából kiadni, hogy akkor kiadja magából azt, ami, azokat a feszültségeket, amik, amik, amiket, amik benne vannak, és utána kész ö, csapó vég, és, és ö, leáll a forgatás, és akkor vígan megy tovább. És nekem is van ilyen nagyon sokszor, amikor, amikor azt érzem, hogy hú, hogy ez, ez, ez most így sikerült, örülök, hogy, hogy ezt, ezt, ö, ezt már leforgattuk, mert nem kell többször, tehát soha többször nem kell, de ö, van, amikor meg nem tudom miért, van, ami benn marad, és még úgy, úgy, úgy mozog, maga, mozog bennem ez, a, ez ez a valamilyen érzelem, és nem tudom, hova rakni, Na és ilyenkor, ilyenkor van, akik tényleg komoly technikákhoz folyamodnak, például van egy olyan technika, azt ismerem, hogy, hogy amikor leforog az utolsó napod, akkor a forgatókönyved bedobod a tűzbe, mm -hmm. és akkor nézed azt, hogy elég, és hogy, hogy, te így búcsúzol a szerepeddel, és tudod, hogy az, hogy az már, hogy az már nem kísért téged tovább. De az viszont néha nehéz, mivel uh, van, amikor még utolsinkromba be kell menni, és még egy kicsit meg kell javítani, uh, ki, ki kell javítani egy-két dolgot. Sincs. És utána ugye nyilatkozni kell ezekről a dolgokról, meg kell, tehát hogy uh, azért még, még ott kell, hogy éljen benned, mert még beszélni kell ezekről a dolgokról, Na és az, az én technikám erre, amit így magamban fejlesztettem ki, vagy hát ez még mindig fejlesztődik, én is néha azt érzem, hogy valami bennem maradt, és még, és még nem, nem tudok annyi, annyira átállni a, a hétköznapjaimban, mondjuk amikor éppen nem forgatok és nem dolgozom, hanem még mindig gondolok arra, hogy máshogy kellett volna, vagy, vagy egy valami érzelem még ott bújkál bennem, és csak annyit teszek olyankor, hogyha magam, tehát hogyha bennem marad egy ilyen negatív energia, hogy azt így megengedem magamnak, hogy az úgy ott legyen, így megbocsátom magamnak, hogy igen, ez még az, hagyom, hogy lecsengjen, és utána megyek tovább. Tehát nekem ez, nekem ez segít, tehát hogy nem, nem hibáztatom magam amiatt, hogy, hogy nem tudok így pikpak kilépni mindig ezekből, a, ezekből az energiákból. Tehát akkor azt mondod, hogy fontos az önmagam felé tanúsított türelem. Igen, valami ilyesmit szerettem volna mondani, de ez így jó, türelem, igen, tehát, türelem. hogy, hogy tü, türelemmel kell lenni. Ahogy, ahogy másokhoz is türelemmel vagy, magadhoz is, de azt szokták mondani, hogy, és ezt aláírom, hogy sokszor saját magunkat elviselni a legnehezebb, és Jaj, ez, 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 ez ez nagyon igaz. Sőt, még akkor, amikor az ember érzelmileg annyira elfárad. Hogy, hogy, nem csak a saját magát, de még a körülötte levő minden világot el kell viselni, és azért mm. ez, ez, nehéz. És azért gondolom, hogy szerintem nagyon fontos lenne, én nem tudom, hogy ez van-e, de én szeretném, ha lenne, nekünk ez nem volt, hogy a, hogy a főiskolákon, vagy akik tényleg színészek, színésznek tanulnak, tehát hogy legyen ez, a, ez az úgynevezett ilyen lelki higiéna, tehát ezt mm. valahogy mondják el nekünk, hogy ez nem mindig olyan egyszerű, és hogy bizony, fog kelleni néha olyan pillanatokban is játszani, amikor egyáltalán nem lesz kedvünk, hanem ez mégiscsak egy hivatás, mégiscsak egy munka, és nem, tehát, hogy nem száz százalékig szórakozás, és nem száz százalékig, tehát, hogy nem élvezed minden pillanatát. Tehát, hogy ezt nem mindig mondják el, meg ez a, meg ez a kilépés, szerebből kilépés, hogy, hogy nagyon sokan aztán tényleg úgy oldják meg, hogy, hogy reggelig a kocsmában vannak, de ezt hosszú távon nem, nem igazán lehet. Tehát, hogy nagyon sok ilyen tragikus történetet ismerünk, nagyon tehetséges emberek mentek el úgy, hogy, hogy igazából tényleg teljesen, tehát hogy nem, nem kellett volna, és hogyha, hogyha megfelelő segítséget kapnak, akkor, akkor akkor minden rendben lett volna szerintem. Tehát, hogy ezek nehéz dolgok. És szerintem fontos, hogy ezt felfogjuk, és a, és a tanárok is mondják, hogy mi bizony az idegrendszerünkkel játszunk, és az idegrendszerünket használjuk nap, mint ma nap. És amellett, hogy játszunk ugye szerepeket, nekünk a civil életben is valahogy helyt kell állnunk, mert mert az mégiscsak az, az fontos. Tehát, hogy emberként azért muszáj működnünk. Hát ez gyönyörű, de azért néha nyomasztó is tud lenni. Ezt a témát most szeretném egy kicsit kikönnyíteni, mert ugyancsak a műsor előtt beszélgettünk, és azt mondtad, hogy azt tetszik neked a színészetben, hogy nagyon sok skillt tudsz elsajátítani, így fogalmazta egy skillt. Igen, Egyet mert én nem szerepel. tudom, mi a megfelelő. <laughs> szerintem hívjuk skillnek, ha már, ha már így nevezted el, szerintem mindenki érteni fogja. Igen, tehát hogy Na be mond, le, be, mond mond igen, bekukkanthatok olyan hivatásokba, amik amúgy engem egyáltalán nem érdekeltek, vagy nem gondoltam nem volna, hogy... Róla, hogy nem vagy ne, vagy akár nem is tudtam róla. Igen, tanultam például szőni, fejni, különböző nyelveken beszélni, illetve úgy, úgy csinálni, hogy én beszélem azt a nyelvet, amúgy meg nem. Futni, illetve úgy, úgy csinálni, hogy a néző elhiggye, hogy én egy profi atléta vagyok. Kőművesként, vagy nem hát nem játszottam sose kőműves, de, de falaznom kellett, tehát a téglát rakni kell, kellett. Igen, ez a Házcím film, ahol én nem nem voltam kőműves, csak hogy az, az volt, hogy az a filmen játszó apukám. Engem ő kényszerített, hogy én is rakjam ugye a téglát, mert hogy az majd az én házam lesz. Nagyon sokszor kell régi, nagyon régi autókat vezetnem, ami, oh, ami egy nagyon nagy, ki, hát. nagyon nagy kihívás, teljesen egy másik világba repít. Van, hogy ugye én nem, nem dohányzom, és van, hogy azt kell játszanom, hogy dohányzom, és, és nagyon izlik nagyon az a cigi, úgyhogy ez, ez is például egy érdekes kihívás. Talán ennyi jut az eszembe. Én kívánom neked, hogy legyen még nagyon sok új hivatásod, amit a színészet nyújt neked, és azt is kívánom, hogy mindhárom területen, még nagyon szép uh, utat járj be, mint színésznő. Pekácsak Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. <laughs> köszönöm szépen a meghívást. Önöknek pedig, kedves nézőim, ugyancsak köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk a kimondó következő részénél is. Viszontlátásra!